Közlekedési káoszt és áramkimaradást okozott a hirtelen lezúdult nagy mennyiségű hó Szerbiában. Az ország déli és nyugati részén található településeket megbénította a sok csapadék, de Belgrádban is fennakadást okozott a havazás. Vastag hótakaró borította be Belgrádot, a szerb fővárosban hatalmas fennakadást okozott a hirtelen leesett nagy mennyiségű csapadék. A járdák csúsztak, a hókotrók folyamatosan dolgoztak, és lapátolni is kellett a havat, hogy a városi közlekedés működjön, és hogy az autósok ki tudják szabadítani járműveiket a hófogságából. Belgrádban több busz útvonalát módosítani kellett, mert voltak utcák, ahol annyi hó volt, hogy nem lehetett behajtani. Fák törtek el a hó súlya alatt, több helyen az ágak járművekre zuhantak. Néhány vonalon szünetelt a vasúti közlekedés, mert hótorlaszok voltak a síneken. Az autópályákon a havazás és a jegesedés okozott fennakadást. A hókotrók a takarítás mellett az árokba vagy az út szélére sodródott járművek mentésében is segítettek. A rossz látási és útviszonyok miatt a hatóságok arra kérték az embereket, csak halaszthatatlan esetben induljanak útnak. Akadozott a forgalom a nemzetközi repülőtéren is, vasárnap több órát késtek a gépek. Szerbia déli és nyugati térségében jelentős mennyiségű hó esett, a Kopaonik hegységen 78 cm-es a hóvastagsága. Több ezer háztartás maradt áram nélkül, néhány település nehezen vagy egyáltalán nem közelíthető meg. A főbb utakat azonban takarítják, így megteltek a síközpontok. Százak álltak sorban a felvonók előtt, hogy feljussanak a hegy tetejére, miközben a járványügyi intézkedéseket is be kellett tartani. Ha valaki nem tartja be a szabályokat, azaz nem visel maszkot, semmibe veszi a kötelező távolságtartást, akkor nekünk jogunkban áll az illetőt eltávolítani a sípályáról, mondta a Kopaoniki síközpont igazgatója. A meteorológusok szerint a térségben még néhány napig jelentős havazás várható.